Sziasztok! Ez itt az ASK Akadémia Java Junior videókurzusa, ahol akár egyedül is elsajátíthatod a Jáva programozási nyelvnek az alapjait. Ha nem csak hobbiból gondolsz a programozásra, hanem karriert is építenél rá, akkor ajánlom figyelmedbe hétvégig is 6 fős csoportjainkat, ahol teljesen kezdő szintről egy év alatt egy professzionális szintet érhetsz el, amivel már el tudsz helyezkedni programozóként. A mai témánk még mindig a reguláris kifejezések és a szóelválasztókról fogunk beszélni. Mint mindig a témáknak az időbélyegzőit azt megtalálod itt a videó alatti leírásban, amivel az adott témára ugorhatsz, de mielőtt ezt megtennéd csak egy gyors emlékeztető, hogy ne felejts el a feliratkozó gomb mellett a harangikorra kattintani, hogy értesülhess az új részekről és nem maradj le a legújabb magyarázatokról. Kezdjük a mai részt is egy kis ismétléssel. Tehát még mindig a reguláris kifejezésekről van szó, mint az előző részekben. Picit ismételjük át, hogy miket tanultunk eddig. Tehát a reguláris kifejezés az egy olyan alnyelvezet, igazából a jáván belül, meg más programozási nyelveken belül is, amivel egy szöveges adatnál meg tudjuk nézni, hogy egy bizonyos mintának megfelele, vagy egy bizonyos mintának megfelelő részét ki tudjuk választani. Sőt, később látni fogjuk, hogy igazából, ha manipulálni akarjuk ezt a szöveget, tehát kicserélni benne részeket, akkor is használható ez. A Java juti regex csomagban található a pattern és a matcher osztály, ezeket tudjuk használni arra, hogy ezeket a kereséseket végrehajtsuk. És beszéltünk arról, hogy vannak bizonyos meta karakterek, már egy csomót át is néztünk, a legelején csak a pontot néztük, az egy darab pont, az egy akármilyen karaktert jelöl, de vannak egyéb meta karakterek is beszéltünk arról, hogy a karakterosztály az szögletes zárójelbe kell írnunk, és akkor amiket ebbe írunk azok közül valamelyik tehát ez egy ilyen vagy kapcsolat valamelyiknek fog megfelelni a minta hogyha rögtön a nyitó kapcsos zárójel után van egy ilyen kalapszimbólum akkor az a NOR tehát az a nem vagy tehát egyik sem, az azt jelenti illetve kötőjel meg, le meg lehet adni tartományosztályt hogy csak F-től K-ig vagy A-tól Z-ig, vagy 5-től 8-ig, és akkor nem kell felsorolnunk konkrétan a karaktereket, hanem akkor egy tartományt is megadhatunk. Beszéltünk az unió osztályról korábban, amikor szögletes zárójelen belül van egy másik szögletes zárójáll. Ilyenkor a két halmaznak az elemeit azt igazából egybeöntjük, és a kettőt együtt vizsgáljuk. Érte beszéltünk a metszet osztályról, amikor szintén egy szögletes záróján, belül van egy másik szögletes záróján, csak azt két és ilyen ampersand és szimbólum előz meg. Ilyenkor ennek a halmaznak és ennek a halmaznak a közös elemeit vesszük, és csak azokat nézzük. Illetve beszéltünk arról, illetve <tosz> erre szükségünk is lesz a mai epizódban is, beszéltünk az előre definiált karakterosztályokról, a kis D betű, backslash D, hogy hát ugye, mivel jávában eszképelni kell a backslash-t, ezért két, két a backslash és egy kis D betű, D mint decimal, ez a tízes számrendszerből egy számjegyet jelöl, tehát 0-9-ig valamilyen karakter, a nagy D betű az a nem szám, tehát az lényegében úgy is leírható, mint ez a kalapos szintaxis karakterosztályként, hogy nem nullától 9 ig valamilyen karakter, backslash -S volt az a space, a white space karakterek, minden, ami nem, lát, lá, nem, látható így nyomtatásban, tehát a tabulátor, sor karakter, szó meg az ehhez hasonló vezérlő karakterek, akkor a backslash, backslash nagy S az minden, ami nem ilyen whitespace. és akkor volt a W, a backslash, backslash kis W, ami egy szó karakter, ami nem más, mint igazából vagy kisbetű, vagy nagybetű, vagy szám, vagy pedig az alulvonásjál és a backslash, -backslash nagy az pedig ö, lényegében a, ennek az ellentetje, tehát minden, ami nem kisbetű, nagybetű, vagy szám, vagy jel. És akkor beszéltünk utána a mennyiségjelzőkről, amivel meg lehet határozni, hogy az előtte lévő kifejezés az hányszor fordulhat elő. A kérdőjel volt a legelső, amit megnéztünk, az azt jelenti, hogy nulla vagy egy előfordulást enged meg, tehát vagy előfordul, vagy nem, de ha előfordul, akkor egyszer vizsgálja akkor volt a csillag mennyiségjelző, quantifier, ami azt jelenti, hogy nullaszor vagy többször fordul elő, tehát akár azt is megengedi, hogy az adott mintázat az ne forduljon egyszer se elő a input stringünkben, az input stringünkben, illetve akár több előfordulást is megenged, illetve volt a plusz jel, ami egy vagy több előfordulást jelöl, tehát ott legalább egyet azt elvár, hogy egyszer legalább szerepeljen ez a mintázata az input stringünkben, de akár többször is szerepelhet. Illetve a kapcsolat zárójelet, azt pedig arra tudjuk felhasználni, hogy megnevezzük a minimumot és a maximumot, hogy legalább hányszor, legfeljebb hányszor szerepeljen, és hogyha ez a kettő persze egybeesik, akkor írhatunk csak egy sima számot a kapcsolat zárójelbe, és akkor nem kell veszővel elválasztani. De ha rakunk bele veszőt, akkor amit előre írunk a vesző elé, az lesz az alsó határ, az lesz a minimum érték, és amit a vesztőtől jobbra írunk, az lesz a maximum érték, és megadhatjuk olyat is, hogy csak a felső határt adjuk meg, vagy csak az alsó határt. Beszéltünk utána a rögzítési csoportokról, ami lényegében, hogyha egy sima kerek lett, csak úgy kirakunk egy reguláris kifejezésen belül, akkor az egy rögzítési csoport lesz, és akkor a későbbi részekben tudunk hivatkozni a rögzi, rögzítési csoportnak a sorszámával. Például backslash backslash 1 az az első rögzítési csoportot jelenti. Ez pedig, hogyha több is van, akkor a másodikat. És az előző epizódban beszéltünk a horgonyokról, amivel különböző részeihez tudjuk illeszteni a mintázatot. A kalapszimbólummal tudjuk az, a stringnek az elejét ahhoz igazítani, tehát ez azt jelenti, hogy ez az input stringnek az elején szerepel, a dollár az a végét jelenti az input stringnek, és ennek a logika mentén fogunk tovább haladni a mai részben, megnézzük majd a szó elválasztókat. De volt házi feladat is, a, ugye az előző részre is volt, hogy az e-mail címeket ellenőrző reguláris kifejezést írjatok, és ezt meg is elkezdtük megoldani közösen, és a múltkori alkalommal erre jutottunk, de azóta egy kicsit már tisztázódott a kép, és ugye néztünk egy nagyon bonyolult mintát, ami elvileg tökéletesen a szabványnak megfelelő, reguláris kifejezést ad, de az teljesen átláthatatlan volt. Mi inkább egy praktikusabbat szeretnénk alkotni, ami azért a, tényleg ez a legfontosabb szabályokra figyel, de egy kicsit megengedőbb azért. És beszéltünk arról, hogy ugye volt ez a kis W, ami a szó karaktert jelenti, tehát vagy kisbetű, vagy nagybetű, vagy szám, vagy az alulvonás jel. És hogy a ti is utána olvastatok, akkor a szabványban ez le van írva igazából, hogy ez a rész, a kukac előtti rész, az tartalmazhat alulvonás jelet is, tehát ez itt teljesen rendben van. A kukac utáni rész az viszont igazából egy domain, tipikusan egy domain, mint a gmail.com, ami az URL-ekben viszont az alulvonás jel az nem használható. Itt a kötőjelet szokták -e arra használni, hogy ugye szavakat elválasztunk egymástól. Szóval ide viszont nem jó igazából ez a kis duplavi, ez egy picit túl sok mindent enged meg. Megengedi az alulvonás jelet is, ami igazából az e-mail címben viszont nem megengedett. Úgyhogy egy picit még turbozzuk fel ezt a példát. Illetve ugye beszéltünk arról is, hogy pont az igazából több helyen is előfordulhat a címben, a kukac előtti részben is szerepelhet pont. Viszont ennek vannak ilyen kikötései, hogy nem kezdődhet ponttal, nem végződhet pontra, illetve nem lehet egymás mellett két pont. Ezeket a problémákat most próbáljuk meg orvosolni. Illetve ugye ami még fontos, hogy itt nem csak, hogy akármilyen szó karakter szerepelhet, tehát kisbetű, nagybetű szám, illetve alulvonás jel, hanem igazából a plusz jel, meg a mínusz jel is szerepelhet. Szóval ezeket is meg kell engednünk. Igazából, hogyha ö, most ezt szeretnénk így felturbozni, akkor mivel ez egy ö, ilyen karakterosztály, ugye a szöglethez zárója leken belül, itt igazából felsorolunk egymás mellett karaktereket, és ezek ilyen vagylagos kapcsolatban vannak. Tehát vagy kisbetű, nagybetű szám, vagy alulvonás jel, amit most kijelöltem, vagy pont. Én a pontot azt egyelőre kiveszem, azt szeretném majd másképp megoldani. Ahhoz, hogy ne lehessen egymás mellett két pont, meg ne kezdődhessen ponttal egy e-mail cím, meg a kukac előtti rész ne végződhessen pontra, ahhoz egy kicsit trükközéssel kell majd élnünk. Ezt egyelőre innen kitörlöm. Tehát azon kívül, hogy itt egy szókarakter tartalmazhat, igazából lehet benne plusz, meg mínusz. Jó, ezeket még hozzáveszem. Egyébként, ahogy átolvastam a szabványt, igazából megengedett az ilyen dollár szimbólum, meg felkiáltójel, meg nem tudom, ilyen backtick, mm, ilyen hasonló karakterek, úgyhogy kapcsoló zárójelek, ez a pipe szimbólum. Szóval itt lehetne többel is kiegészíteni, de most nem ez a cél, inkább az, hogy még továbbra is azért érthető legyen a reguláris kifejezés, és hogy tudjunk belőle tanulni hogy magatoktól is, ha éppen szükséges, akkor akár egy meglévő ilyen reguláris kifejezést tudjatok értelmezni, vagy hogyha éppen kell írni egy újat, amit nem tudtok kikeresni az internetről, akkor legyen meg hozzá az alap eszközkészlet így a fejetekben. Úgyhogy most szándékosan ezt próbálom egyszerűen tartani, amennyire csak lehet. Tehát kiegyensúlyozni kicsit azt, hogy ez tanulási célt is szolgáljon, de azért elég jól ellenőrizze, hogy a felhasználó tényleg e-mail címet adotta meg. Jó, tehát ez itt azt jelenti, hogy vagy kisbetű, vagy nagybetű, vagy szám, vagy alulvonás jel, vagy plusz jel, vagy mínusz jel, és ebből azt, mivel plusz jelet írtam a szögletes zárójel után, ezért ez azt jelenti, hogy ebből, ami előtte van, ebből egy vagy több van. Tehát úgy kezdődik az e-mail címünk, hogy egy vagy több ezek közül. És hogyha ilyenek szerepeltek, ebből egy vagy több, akkor utána jönne egy másik rész, ami, és ugye szeretném, hogy a pont az csak középen szerepelhessen, Úgyhogy itt most azt fogom csinálni, megnézzünk egy új konstrukciót. Üm, igazából ugye a, a rögzítési csoportokról már beszéltünk, a kerekzárójel. Hogyha csak úgy simán használok egy kerekzárójelet, akkor az a rögzítési csoport. De a kerekzárójelnél van egy másik szintaxis is amikor csak úgy össze tudok csoportosítani igazából összetartozó részeket a regulális kifejezésen belül, akkor viszont nem elég csak kerekzárójelet kiraknom, hanem ide egy kérdőjel kettős pontot is kell írnom a nyitó kerekzárójel után, és akkor amit ide írok, ahol most a kurzor villog, az igazából csak így össze vannak csoportosítva, és ezt hivatalosan úgy hívják, hogy ez egy nem rögzítési csoport, tehát ilyen non-capturing group, de hívhatnánk csak csoportnak is. Tehát igazából, mint amikor kerekzárójállal csoportosítunk dolgot más helyzetekben, itt is igazából csoportosítunk, de ha ideírom a kérdőjel kettős pontot a nyitó kerekzárójel után, akkor ez nem egy rögzítési csoport, erre nem lehet majd visszahivatkozni, stb. Ez csak csoportosít, ez csak egy csoport. És akkor azt szeretném, hogy ez a csoport, ez úgy nézzen ki, hogy ö, ugye itt, itt már van legalább egy darab betűm, vagy számom, vagy kisbetű, vagy nagybetű, vagy szám, vagy alulvonás vagy plusz jel, vagy minusz jel. Tehát van mondjuk egy betűm, mondjuk a tesztelek esetnél, test.elek.gmail.com esetén, mondjuk a teszt részig eljutottunk, akkor most jön az, hogy megengedjük azt, hogy szerepeljen benne pont. Úgyhogy ide azt írom, hogy pont. De Sima pontot nem írhatok, mert a sima pont az egy meta karakter, amúgy egy akármilyen karaktert jelöl. Én most konkrétan a pont karaktert szeretném megengedni, vagyis ezt nem kell ezt a meta karaktert, úgyhogy két darab backslash kell elírnom. De ez igazából azt jelenti, hogy egy darab pont szerepel az input stringemben, és hogyha szerepelt itt egy pont, akkor azt követik egyéb karakterek, méghozzá megint ilyen szó karakterek, a plusz jel vagy a minusz jel. Ugye a szókarakter továbbra is kisbetű, nagybetű szám vagy alulvonás jel, és plusz vagy mínusz És azt szeretném, hogy ebből az egészből nulla vagy több lehet. Tehát csillagot írok ide. Vagyis ebből, vagyis abból a részből, hogy pont, amit követ, utána legalább egy darab, de akár több darab betű. Hogyha, mivel ezt összecsoportosítottam ezt a kettőt, ezért az azt jelenti, hogy pont, és a pontot követi valamilyen kisbetű, nagybetű, szám, alulvonás jel, plusz jel, vagy mínusz jel. Mert ugye azt írtam, hogy abból egy vagy több darab van. És ebből az egészből nulla vagy több darab van. Tehát lehet, hogy annyi az e-mail címem, hogy testkukacgmail.com, de lehet, hogy az, hogy test.bela.elekkukacgmail.com, és ez a pont valami, pont valami, pont valami, ezeket szeretném, hogy akár ismétlődhessen, akár hányszor. Ezzel biztosítom igazából azt, hogy a pont az valahol a közepén lesz, és sose a végén. Mert ugye itt azt várom el, hogy konkrétan van egy darab pont, és utána legalább egy, egy egyéb karakter, vagyis a pont az sose lesz a végén és nem lehet az egész elején sem, mert ugye amit itt előtte írtam, az meg egy valamilyen más karakter, mint a pont, és csak utána következhet. Szóval ezzel biztosítottam azt, hogy se a bal oldalán, se a jobb oldalán a kukacos rész előtt nem lehet pont. Középen viszont lehet, illetve azt is biztosítottam, hogy egymás mellé se kerülhet két pont, ugyanis hogyha szerepel egy pont, akkor utána mindig vannak betűk, legalább egy, tehát maximum azt fogja megengedni, hogy t.e.s.z kukacgmail.com tehát a testnek a betűit ha szétválasztjuk mondjuk pontokkal azt megengedi mondjuk jó, tehát ezzel a kukac előtti részt azt igazából le is tisztáztuk ugye itt kezdődik a stringünk és utána a kukac előtti rész az így néz ki és a kukac utáni résznél ugye ahogy az elején mondtam nem elég az hogy szókarakter, sőt ez túl sok hogy szókaraktert engedünk meg ez nem helyes mert az alulvonás jelet nem engedhetjük meg úgyhogy itt ki kell írnunk, hogy kisbetűk, nagybetűk és számok, és a plusz jel meg a mínusz mondjuk ezeket megengedjük. Jó kérdés, hogy a plusz jel az megengedette? itt? Ö, hm, szerintem nem. Jó, tehát ezt nem engedjük meg. Szerintem a Domain névben ott csak kötőjelek lehetnek. Oké, és akkor ebből van egy vagy több darab, és akkor a domainnél is lehet igazából olyan, lehetne olyan, hogy test.gmail.com, tehát ott is lehet több ilyen pontos rész. Úgyhogy nagyon hasonlóan, mint ahogy itt megfogalmaztam, nagyon hasonlóan fogjuk ezt is megfogalmazni. Tehát ez a pontos rész, ezt kitörlöm. Tehát megint azt mondom, hogy a kukac utáni rész, az nem más, mint egy vagy több betű vagy szám, vagy a kötőjel, és utána megint csoportosítani fogok, úgyhogy kerekzárójelbe rakom, de a kerekzárójel után kérdőjel kettős pontot írok, mert ez nem egy rögzítési csoport, hanem csak egy sima csoportosítás. És azt szeretném, hogy itt le megenged, megengedjek egy pontot, tehát backslash backslash pont, tehát konkrétan egy pont következik, a pontot követi megint kisbetű, vagy nagybetű, vagy szám. Ö illetve a kötőjelet is itt megengedjük. Ez megint jó kérdés, hogy egy domain az végződhet a -e kötőjelre, de talán igen. Minden esetre, ha nem, akkor igazából ezeket a részeket kell csak kitörölni belőle. És tegyük fel, hogy lehet a domainben kötőjel. Most így hirtelen nem jut eszembe olyan kitétel, hogy ne lehetne. Oké, okay. és akkor ebből ugye a, pont, a pontból konkrétan egy darab van, azt követi, legalább egy darab szám betű, és ezeket megint csillagot írok, tehát ami előtte van, ez a kerekzárójel, ez a csoportból nulla vagy több darab van. Tehát ez most így azt is megengedi, a kukac utáni rész az akár legyen csak annyi, hogy gmail. Ez egy picit fura, mert ugye az URL-ek azoknál ugye legalább két részből szokott állni, hogy gmail.com, szóval itt igazából a csillag helyett, hogyha azt írom, hogy plusz, akkor legalább azt elvárom, hogy legalább egy pont legyen benne, és előtte is, meg mögötte is legalább egy betű legyen. Tehát A.B. például az egyik legrövidebb megoldás erre. És így, hogy így továbbfejlesztettük ezt a reguláris kifejezést, le kell tesztelnünk, nyilván, de szerintem ez már sokkal közelebb van ahhoz, amit a valóságban tényleg használnak, így az emberek e-mail cím, gyanánt. Úgyhogy ezt most lefuttatom, és akkor megadom azt, hogy test.elecco.com erre azt mondja, hogy megadott e-mail cím helyes. Oké, okay. mi van akkor, ha azt írom, hogy pont test elekukacgmail.com, erre azt mondja, hogy nulla, tehát ez helytelen. Nagyon jó, ugye ponttal nem kezdődhet. testelek. pont. Soha is sikerült eléugranom. Kicsit túl gyorsan kattintottam bele. Test elek pont. Ugye ez se helyes, mert pontra végződik a kukac előtti rész. És akkor, hogyha így írom, ez ugye helyes, mert ugye pontokat tartalmazhat közben, és akkor még azt kell megnéznünk, hogy test pont Ugye ez helytelen, ugye pontok azok nem lehetnek egymás mellett. Jó, és akkor még azt kell letesztelnünk, hogy tesztelek kukac, csak simán gmail, gmailt azt nem fogadja el. Tesztelek kukac a .b, azt elfogadja, mert legalább egy pontot tartalmaz. És akkor ugyanúgy tesztelek kukac.gmail.com, pont az, az, is helytelen. Tesztelek kukac gmail .com, pont azt se fogadja el. Nagyon helyes tesztelekukacgmail.com középen se lehet két pont, de igazából sikerült ezt uh, akkor uh, lefednünk, sőt igazából ugye van olyan, arra is lehetőség, hogy tesztelekukac és igazából itt lehetne ilyen IP címet megadni, hogy és ezt is elfogadja. Viszont sajnos elfogadja, ugye az IP cím, legalábbis a négyes verziója, az úgy néz ki, hogy 0 255-ig egy számjegy, ebből van négy darab, ezeket ponttal választjuk el, viszont mindig pontosan négy darab számról van szó. Ugye olyan szempontból ez még nem elég pontos, hogy ez megengedi most azt is, hogy mit 12.76 ami nem egy helyes IP cím. Tehát itt külön meg kéne nézni azt, hogy most IP cím formátumban van-e megadva a domain, és ha igen, akkor négy számjegyet kéne elvárni, ami konkrétan 0 255-ig lehetnek. De mindegy, ez most out of scope, mondjuk azt, hogy ez így elég jó. Ú, így már jóval bonyolultabb lett azért a reguláris kifejezésünk, és tényleg felhasználtunk szinte mindent, amit eddig tanultunk. Megint első ránézésre nyilván ez ilyen krikskraksnak tűnik, de nagyon jól megfontolásból vannak ezek a részek egymás után írva, és ez konkrétan egy e-mail címnek a mintázatát írja le, vagyis nagyon jól megközelíti egy e-mail címnek a formátumát. Jó, ezt még szerettem volna, hogy így átnézzük a házi feladattal kapcsolatban, és köszönöm a sok megoldást, amit elküldtetek nekem így e-mailben. Nagyon szuper meglátásaitok voltak. Úgy éreztem még, hogy érdemes egy, ezt egy picit kiegészítenünk. De most egy kicsit haladjunk tovább, nézzünk meg megint egy újabb komponenst, ami még nagyon hasznos tud lenni, hogyha ismerjük. Ez pedig nem más, mint a szóhatár. És ugye még mindig a horgonyokról beszélünk, ez még mindig a horgonyok részhez tartozik. Ugye a horgonyok, vagyis angolul boundary matcher, nek hívják, vagy boundary matchers, ugye többes számban. Ugye ezt megnéztük, hogy a kalap szimbólum az jelenti a input stringnek az elejét, dollár jelenti az input stringnek a végét, és van még egy nagyon fontos, ami B mint bound, tehát ez a határ, ez az, ami elhatárolja igazából egymástól a szavakat. Ugye nagyon sokszor van az, hogy ha van valamilyen szöveges adatunk így Java programban, egy string objektumunk, akkor az igazából valamilyen természetes szöveget ír le. És ugye a mondataink azok úgy épülnek fel, hogy szavakból állnak, és azokat tipikusan valamilyen white karakter választja el. Vagy újsor karakter, vagy szóköz, néha tabulátor. De tipikusan ugye, amikor írunk ilyen folyószöveget, ahogy mondjuk itt is látszik, ugye szóközöket írunk a szavak közé, és tipikusan egy darab szó közt. Először is meg fogjuk nézni, hogy ez a kis B betű, backslash backslash kis B, ez mire használható, hogy működik, és uh, utána megnézzük majd ezt a másik változatát is, hogy mi a nagy B. Jó, tehát picit lejjebb csúsztatom akkor az eddigi kódomat, és akkor most először is erről a backslash backslash kis beszéljünk. Kitörlöm az eddigi mintákat, és először is ki kell találnom egy példát. Nézzük mondjuk meg azt, hogy Zoli ezen az esős napon elment sétálni. Mondjuk ez a input stringem, és, és mondjuk a reguláris kifejezéssel már azt szeretném megnézni, hogy szerepele a nap szó az input stringben. Ugye ez volt a legelső példa, amikor egy string literált kerestünk egy input stringben, hogy csak simán beírunk a regulális kifejezésbe egy szót, akkor az igazából azt jelenti, hogy kis N betűt, kis a betűkövet, az pedig egy kis p betűt. Tehát a napra rá fogunk keresni, hogy ez, ugye a find-ot használjuk, find metódusát a meccsörnek, rákeresünk, hogy valahol szerepele a nap ebben az input stringben. És hogyha ezt most így lefuttatom, akkor azt írja, hogy a találatok száma 1 egy, egyszer szerepel benne, méghozzá pontosan itt. Na de mi van akkor, hogyha nekem fontos az is, hogy ez úgy szerepeljen, hogy tényleg így önmagában, hogy nap, és nem pedig úgy, hogy napon, mert ugye ez már így ragozva van. Én azt szeretném, hogyha csak külön szóként ö, szerepel, akkor ö, listázza ki. Zoli ezen a szép napos napon elment sétálni, amikor szépen süt a nap. Kicsit erőltetett mondat, de most nem ezen van a hangsúly, csak kell valamilyen input string, amin tudunk tesztelni. Erre is, hogyha lefutatom, akkor azt mondja, hogy találatok száma 3, mert ugye itt is van nap, meg itt is van nap, illetve itt is van nap. Tehát mind a hármat megtalálja, hogyha ilyen string literára keresünk, mint itt. Na és akkor itt jön képbe igazából ez az egyik boundary matcher, a B, ami a szóhatárt jelöli itt e, tudom azt írni, hogy backslash backslash kis b, mögötte is backslash backslash kis b, és ezzel igazából azt állítom, hogy a nap előtt, meg a nap mögött van -e egy ilyen szóhatár igazából. Na és le először, nézzük meg, hogy mit ír ki, hányat számol meg így a kódban, és utána mindjárt rátérünk a részletekre is, hogy hogy is működik ez pontosan. Lefutatom ezt a kódot, most már a találatok számára azt írja, hogy egy. Tehát most, hogy elé meg mögé odaírtam ezt a backslash, backslash b-t, igazából csak egy találatunk lesz, méghozzá konkrétan ez. Ugye, ez meg ez, ezeket nem adta vissza, mert ezek nem szóhatáron vannak. Mit jelent az, hogy szóhatár? Ezt, ezt kell pontosan megnéznünk, hogy mi is a definíciója, mert akkor fogjuk jól megérteni, meg akkor fogunk tudni jól emlékezni erre, hogy miről is szól ez. Ugye, nem arról van szó, hogy szóköz van ott. Az látszik, mert ugye a napnál is, ugye előtte szó köz van, de utána egy pont karakter van. Mégis ezt egy, ezt egy külön szónak vette. Itt viszont ugye a napot követi egyéb, ö, egyéb betűk, ez ezt viszont nem vette szóhatárnak. De mi is lehet ez a szóhatár. Mm, ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz ö, arra kell gondolnunk, hogy. Ö, Igazából korábban néztük ezeket a előre definiált karakterosztályokat. Ezek segítenek majd ezt megérteni. Ugye beszéltünk arról, hogy vannak a számok, nem számok, van a szóköz, nem szóköz, szókarakter, nem szókarakter. És a, ez a bound, ez igazából, ez, ez, nem, ez nem egy karaktert jelöl. Tehát ez egy ilyen nulla hosszúságú karakter, ez igazából csak egy ilyen tényleg egy határt jelöl. Méghozzá, ugye a szónak a határát. De hogy lehet definiálni az, hogy egy szónak a határánál állunk? Ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz érdemes végigmennünk ezen az input stringen, amit a szá... pontosan a százas sorban definiáltam, ezt a string literát, és egyesével meg fogom jelölni minden egyes karaktert, hogy az melyik csoportba tartozik az előre definiált karakterosztályok közül. Ugye a nagy Z betű az egy szó karakter, tehát ez egy kis dupla v fogom jelölni. És igazából backslash, backslash dupla kéne írnom, de sajnos ez nem fér így ki, úgyhogy csak egy sima kis dupla fogok e, írni. A kis O betű, az is ugye a, ebbe tartozik. Ezt le is hozom ide, jó, egy kicsit lemásolom, hogy lássuk, hogy miről van szó. Tehát a kis O betű az is egy ilyen kis dupla mert az is egy szókarakter. Az L is, meg az I is. Aztán jön itt egy szóköz ugye az input stringemben. A szóköz az viszont nem tartozik ebbe a csoportba. Minden, ami nem a kis dupla be tartozik, az a nagy dupla V-be tartozik, tehát a, annak a komplementer osztályába, tehát az egy nagy dupla V. Egy picit rámegyítok. Jobban látható legyen. Nézzük tovább. Aztán jön ugye megint kis dupla V, kis dupla kis dupla kis dupla ugye az ezen, ez mindegyik a, abba az osztályba tartozik, utána jön egy nagy W, aztán megint egy kis W, nagy W, és akkor ez alapján ki tudom tölteni ezt az egészet, meg is teszem. Igen, elérkeztünk a veszőhöz. Na a vesző az a kis W vagy a nagy W-be tartozik. Ugye a kis W az csak kis A-tól az angol ABC betűi, nagy A-tól nagy Z-ig az angol ABC betűi, az alulvonás jel, és 0-tól 9-ig a számok. A vessző az nem tartozik egyikbe se, úgyhogy ez egy nagy W lesz. A szó köz is egy nagy W. Tehát nem megint kis W, nagy W. És akkor a pont, ugye megint fel kell tennünk a kérdést, hogy a kis W osztályba tartozik-e. Csak a kis betűk, kis angol betűk, nagy angol betűk, alulvonás jel és a szám. Pont az egyik se, úgyhogy ez a nagy dupla be tartozik. Jó? Tehát így néz ki igazából ez, hogyha elkészítjük ennek a térképét, ennek az input stringnek. És a kis b az ugye azt jelenti, hogy szónak a határa. Az viszont nem más, mint megnézzük, hogy hol történik váltás. Itt történik ugye váltás. Itt egy kis W-ről még egy picit ránagyítok. Tehát itt történik váltás, ugye itt egy kis dupla vévről a Zolinak a kis i betűje után jön egy szó köz, itt történik váltás, és ez a backslash backslash b az a váltástra illeszkedik, tehát az ide illeszkedik a kettő közé. Jó, ez egy ilyen nulla hosszúságú illesztést enged meg. Jó, tehát az a fontos, hogy a kis W meg a nagy W, tehát a szókarakter meg a ne nem szókarakterek hol váltakoznak. Itt váltakozik, illetve itt is váltakozik. Most nem tudom pontosan ideírni, de ugye itt is átvált, inkább kijelölöm. Jó, tehát itt történik váltás, és ott történik váltás. És aztán ugye történik itt is. Megpróbálom valahogy belapozni ezt így a Látható tartományba. Tehát itt történik válás. inkább, inkább kijelölöm, jó? Ez így jobban szemlélheti. Kis-dupla vérről nagy-dupla vérre váltunk, hogy ez is itt egy váltás, vagyis a backslash b az ide is illeszkedik. Nagy-dupla vérről kis-dupla vérre váltunk, itt is van váltás. Itt is van váltás, itt is van váltás. És pontosan ez egyébként kijelöli tényleg a szavaknak a határát. Igazából kijelöli a nem szavaknak a határát is. Tehát, hogyha én ide azt írom a nap helyett, hogy szó köz, és ezt lefuttatom, akkor azt mondja, hogy 11, mert ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Igen, véletlenül beleszámoltam ezt is. Itt ezt nem kellett volna beleszámolnom, szóval Ugye itt nem történik váltás, úgyhogy az nem számít szakaszhatárnak, és van még ez. Tehát összesen igazából talán meg is jelölöm, hogy ez így ezeket jelöli be. Ezt, ezt, ezeket számolja össze. Mert itt történik, most a szóközöket számoltatjuk vele lényegében, és azt nem, és ezt, 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 és ezt. És ez összességében, ugye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 darab. Jó, tehát hogy a szóközre keresek, tehát azt mondom, hogy van egy szóközöm, és a szóköz előtt van egy váltás, meg a szóköz után van egy váltás, akkor ez igazából az egy szóközöket számolja meg. Amikor veszél szóköz van, azt nem számolja meg, mert mert ez nem illeszkedik a szóköz mintára. Nem igaz az, hogy a szóköz előtt meg mögött van váltás, úgyhogy az, ezt azért nem számolja bele. Jó, hogyha pedig ugye ez volt a minta, hogy nap, akkor pedig ugye lényegében ezt, ezt a napot ezt számolja bele itt, amiből ugye egy darab van. Úgyhogy ilyenkor azt írja ki, hogy egy a találatok száma, mert ugye a nap az egyszer szerepel itt. Jó, tehát ez igazából a backslash b-nek a definíciója hogy hol történik váltás. Ez még nem a teljes kép, mert most ugye arról beszéltünk leginkább, hogy hogy néz ki az input stringnek a közepe, hol történik váltás. Még fontos megjegyezni azt is, hogy nem csak a váltásukat nézi, hanem igazából a stringnek az elejét is nézi. Tehát, hogy most kezdődik a string, ugye a Zoli, a nagy Z betű előtt úgymond nincs semmi, de ez a B, ez nem csak így az input string közepén működik, hanem a legelején is, vagyis úgy veszi, hogy itt történt egy váltás. Tehát ez a backslash B, ez igazából itt az első kis W, olyan, mintha ezt megelőzte volna egy nagy W, tehát mintha itt is lenne egy váltás. A string, input stringnek az elejére is illeszkedik, illetve nyilván kitaláltátok, hogy a végére is. Olyan, mintha a legvégén is történne mindig egy váltás. Úgyhogy emiatt, hogyha itt nincsen pont, ez akkor is meg fogja találni a nap szót benne, illetve hogy azzal kezdődik, hogy nap, akkor az elején is meg fogja találni, hogyha az külön szóként szerepel, vagy szóközzel, vagy veszővel elválasztva, vagy, de hogyha egybe van írva, akkor viszont nem. Tehát ezt nem számolja bele. Jó, tehát a kis B betű, még egyszer, az a szó és a nem szó karakterek közti váltásokra illeszkedik, a string, az input stringnek a legelejére, meg a legvégére. Azokat is váltásnak veszi lényegében. Jó. Tehát ezzel ki tudjuk szűrni például az ilyet, hogyha ragozva van valami, akkor az nem érdekel minket. illetve, ha nézzünk egy másik példát, ezt a, a másolás 76%-ig befejeződött, a 76% szép szám, vagy valami hasonló, és akkor rákeresünk arra, hogy 76%. Öm, 76 százalék, vagy csak arra, hogy 76, igen, 76, ugye, ugye azt a számot szeretném látni, hogy 76, és az valamilyen váltásnak a határán van, e, igen, és akkor itt, hogyha az van, hogy 176, akkor viszont csak azt írja a találatok száma 1, hogyha viszont tényleg 76, akkor ugye konkrétan a 76-ot, mint különálló számot megtalálta, itt is, meg ott is. Még hogyha számot írok elé vagy mögé, akkor lehet, hogy szerepel benne a 76 valahol, de mivel elé vagy mögé közvetlenül más számokat írtam, vagy más szókaraktereket, mert ugye írhatok akár betűket is akár elé, akkor az már egy másiknak számít. Jó, persze nem kötelező ezt előtte is meg mögötte is használni, ezt bárhol tudjuk használni a reguláris kifejezésünkön belül, ahol azt szeretnénk, hogy szóhatára illeszkedjen. Tehát lehet csak elé vagy, tehát írhatom mondjuk csak mögé, és akkor visszatérve mondjuk az előző példára, és akkor írhatom csak elé, és akkor az, hogy mi van mögötte, az nem számít. Így három találatunk lesz. Így azt mondtuk, hogy egy váltás után jön az, hogy nap. Itt ugye van egy váltás, és valóban a váltás után van az, hogy nap. Itt is egy váltás, szókarakterről nem szó karakterre, vagy hát igazából pont fordítva, nem szó szókarakterről szókarakterre váltunk, és itt van a váltás, és utána jön a nap. És ez a harmadik, amit megtalál. Hogyha viszont mögé írom, akkor ugye azt mondom, hogy ami előtte van, az nem számít, de ami mögötte van, az számít. Úgyhogy itt viszont ugye nincsen váltás mögötte, azt várná el, hogy a P betű után történjen egy váltás, de itt nem következett be a szókarakterről nem szókarakterre a váltás meg itt se következett be, úgyhogy ezeket nem számolta bele, ezt viszont bele számolta, mert ugye a, a, a bemeneti stringnek a vége az egy váltásnak számít. Jó, illetve ha most beírom azt, hogy Zoli ezen a szép napos vasárnap elment sétálni, akkor a vasárnapban is ugye az, hogy elé van írva az, hogy vasár, az nem számít, mert ugye nap jön, és a napot azt egy kis duplavé nagy duplavi átmenet fogja követni. Jó. Tehát a kis, kis b ennyit. Ezzel a, ilyen szóhatárokat lehet igazából detektálni, és ezekre lehet illeszteni. Jó, még nézzük meg röviden, hogy mi az a nagy B. Ugye eddig, az eddigi minta alapján ugye a kis B, tehát a kis W meg nagy W mintájára, vagy akár kis D, nagy D, nagy D mintájára, ugye a nagy B az az ellentetje a kis B-nek, és tényleg erről van szó itt is. Tehát ez az, ami nem szó nem határ Ez most nagyon furcsa hangzik, de igazából ez pont az ellentetje. Tehát, hogyha megint megnézzük ezt a mintázatot, ami most már azért nem jó, mert ide... Igen, a pontot letöröltem, de most megint jó. Tehát ugye megnézzük azt, hogy a kis duplavék, nagy duplavék hol váltakoznak, akkor ez ugye a kis B az arra illeszkedett, ahol váltás történik, a nagy B az arra illeszkedik, ahol nem történik váltás, tehát az egymás melletti karakterek. Az egymás utáni ugyanolyan dupla, nagy, ugyanolyan típusú duplavék, tehát például erre tud illeszkedni, hogy itt nem történt váltás, meg itt se történt váltás a T meg az A betű között. Jó, tehát ez azt jelenti igazából, hogy még mindig az adott tartományon belül vagyok, tehát hogy éppen egy szónak a közepén vagyok, akkor még mindig a szónak a közepén vagyok. Jó, tehát a nagy B az ezt jelenti. Most ugye azt írom, hogy nap, backslash, backslash, nagy, D, nagy B, az azt jelenti, hogy szerepel valahol az, hogy nap, és utána legalább konkrétan egy nem váltás történik, tehát utána e ez nincsen szóhatáron, úgymond. Ez azt jelenti, hanem ez egy szónak a közepén van. De úgy, hogy csak a napnak a jobb oldalán van, a szónak a közepén. Persze, hogyha mind a kettő oldalra írom azt, hogy nap, a napnak mind a két oldalára nagy B-t írok, akkor csak az olyan szavakra fog illeszkedni, aminek a közepén szerepel az, hogy nap. Tehát, hogyha azt írom, hogy Zoli ezen a szép nap, napos, vasárnapon, akkor az ilyen lesz, mert ebbe szerepel a nap, és a végén se történik váltás, és előtte se történik váltás, úgyhogy ilyenkor a találatok száma egy, mert a nap az erre itt illeszkedik. Ez a nagy B, ez is egy nullás hosszú illeszkedés, tehát ez nem konkrét karaktert jelent, hanem a váltást igazából a kis duplavék meg a nagy duplavék között. A nagy B azt jelenti, hogy nem történik váltás, tehát egymás mellett ugyanolyanok vannak, a nagy W között is, tehát erre is illeszkedne, meg a kis w is, a kis B az meg pont azt jelenti, hogy éppen váltás történt. Jó, tehát hogyha éppen azt kell vizsgálnunk a stringünkben, hogy történik-e az egyik karakterosztályról váltás a másikra, akkor ezt a két forgonyt mm. uh, tudjuk használni, hogy szóhatárokat detektáljunk. Erre is sokszor szükség van, mert van, hogy a szövegből tényleg csak azt akarjuk kinyerni, amikor nem, nem ragozott formában található meg benne egy szó. Úgyhogy nagyon hasznos tud ez is lenni, érdemes ismerni. Oké, ennyi fért a mai részbe. Köszönöm, hogy követtétek így a horgonyoknak ezt a további részeit is. Még át fogunk térni majd a következő részekbe a matchernek az egyéb metódusaira, meg beszélünk majd a flagekről illetve hogy a stringben milyen metódusok fordulnak elő, amivel használhatók reguláris kifejezések, illetve megnézzük, hogy lehet keresni, megcserélni most ezeknek az ismeretében. Most ehhez külön házi feladatot nem adnék, hogyha az e-mail címessel még foglalkoznátok, vagy kiegészítenétek, akkor azokat várom szeretettel továbbra is e-mail címemen, amit megtaláltok a videó alatti leírásban. Küldjétek el nyugodtan, és megírom az észrevételeimet a házi feladattal kapcsolatban. És jó tanulást kívánok a reguláris kifejezésekhez. Találkozunk jövő héten. És ezzel a mai rész végéhez értünk. Köszönöm szépen figyelmed! Mint mindig, most is várom észrevételeidet és kérdéseidet a mai részsel kapcsolatban is, a videó alatt komment formájában, vagy a premier vetítés alatt a chat ablakban. Ha tetszett ez a rész, akkor kérlek hozd meg, ne felejtsd el megnézni az előző heti rész sem, ahol szintén a reguláris kifejezésekről beszéltünk, és azok az alapvető horgonyokról. Nézd meg ezeket a videókat is, és iratkozz fel csatornánkra, hogy még több programozással kapcsolatos tudásra teh szert.